Na szóval akkor ugye... Neki kéne futunk rendkívüli módon itt a dolgoknak, szóval akkor én így elkezdek bevásárolni. Mit hagytam ki? Jó, oké. Elvileg valahol... Hú, meg kell szokni megint basszus. Két után. Sziasztok, fiúk! Oké, ez nem volt rossz, rendben van, hagyjatok békén. Közben egyébként kicsit átalakítottam még a felvétel előtt itt a dolgokat, hogy kicsit okosabb legyek benne. Gyerünk. Bazd meg! Azaz. Hagyjál békén? Nem lősz rám, hagyjál békén. Azaz, köszönöm szépen, bocsánat, hölgyek és urak. Hagyjál már békén, nem lősz rám, te... Pénisz, gyerünk, ez az. Nem is olyan egyszerű, ugye? Abszolút nem olyan egyszerű. És akkor itt ugye pedig nekem át kéne jutni. Mi az, hogy még éltek? Ez milyen dolog már? Hát ez meg a... Oké. Ez csak egy ilyen... platina izé, jó? Akkor nem erre fele kell menni. Benne gyere! Benne gyere! Bejött, bazd meg! Most akkor... Hé, erre tudok menni, nem? Tudok, tök jó. Oké. Most ez hol vezet? Ugyanide vissza, bakker, jó, akkor most ki. Jó, az így annyira nem fassa, de valahogy nekem ki kéne jutnom itt. Hübaz! Ez most nem tudom, hogy ilyen out of bounds, tehát hogy rendkívül nem kéne, hogy itt legyek, vagy pedig rendkívül itt vagyok. Ba meg! Jézus Mária, nem erre akartam jönni! Hol a francban vagyok? Oké, ez totálisan rossz helyen vagyok, jó? Totálisan rossz helyen vagyok. Abszolút nem kellett volna ide jönnöm nekem. Jó, tudjátok, hogy akkor még egy párat neki, jó? Léci, intézzétek el helyettem, jó? Köszönöm! Ez az, hál' Istennek, oké. Jó, tehát totálisan nem erre kellett volna jönnöm, de ez van. Ami azt jelenti, itt van az összes szemétláda, és itt vannak, bakker. Bazd meg! Jó, na újra töltünk akkor mindent, jó? Hála Istennek nem jöttek erre fele. Szóval... Jó, oké. Őszintén megmondom, mielőtt ezt elkezdtem volna egyébként fölvenni, megnéztem, hogy hova kell nekem mennem, jó? Szóval... Ilyen big fucking csalás, de ez van, jó? Tehát, elvileg itt is van valami, hogy be kell indítanom. Nem tudom, ez mire jó. Oké, de én beindítom. Baj nem lehet belőle. Na, ezt egyébként simán eltévesztettem, tehát fogalmam nem volt, hogy erre kell jönni. Az gyerünk. Na. Megint egy olyan részén, amivel valószínű, hogy el fogok tökölni másfél órát. Esküszöm, ki fogom rakni, hogy mit szenvedek vele, jó? Tehát az előzőnél nem tettem meg, de úgy érzem, hogy szükségetek van rá, hogy lássátok, hogy szenvedek, jó? Tehát tényleg. Szinte biztos vagyok benne, hogy szükségetek van rá. Azaz, gyere! Erről van nagy baszó. Na menjünk, aztán versenyezzünk egyet. Nice finish on that chrome. You buffed this out yourself? I handle my own buffing, sir. Oh, sorry, little man. I thought you was a crankshaft. Can't see my own hand in front of my face without these. No problem. So, how do I enter the big race? Well, you got the helmet, you're in. Easy peasy. The prize this time is some kind of special boots. I could use those myself. They'd go real nice with my leather chaps.
Na, szóval csak meg kell nyernünk ezt a szart, hogy kapjunk egy ilyen mágneses talpat. Ezt már most gyűlölöm, gyerekek, jó? Most utálom. Oké, tehát akkor... Menjünk neki. Azt sem tudom, hogy mi hol van, hogy mivel... Bazd meg! Oké, ebből tanulni kell, jó? Ha ezt kétszer elcseszem, akkor az azt jelenti, 14. helyen vagyok, most még csak tanulunk. Ezt mivel lövöm ki? Semmivel, ez tök jó. Arra befele. Köszönöm. Hát ez nem volt annyira fasza, mindegy. Jó, még csak tanulunk, oké, nagy zöld. Doboz, nem tudom, mi van benne. 12. Jó, ez annyira nem is rossz eddig. Ezt benéztem, nincsen gyorsítóm. Tipikus, gyűlölöm ezeket a... oké, ezt meg kell tanulni, mi hol van. Mellé mindegyik, jó, nem baj. Ösztönök azért megvoltak, csak nem arra fele mentem, mint kellett volna. Megint pajzsoztam, oké. Az az 11. hely, gyerünk. Nem, kicsit le vagyok maradva. Beférünk, azaz, 8. hely. Ez tényleg amatőr, gyerekek, ez sokkal egyszerűbben működik, mint az előbb. Mi ez? Transzba. Ez valamiért könnyebbnek tűnik, mint az előző, amivel szoptam, mint a torkos borz, nem tudom miért. Mindegy, most lent jövünk megint. Látom kéne, nem kaptam föl, mindegy. Tóti-futi. Gyerünk! 8. hely, oké. Ebből már annyira jó, nem fogok kijönni, de nem baj. Oké, erre figyelni kell, hogy milyen szögben jövök. Ezt mivel lövöm ki? De jó volt! Királyság, oké. Azaz, gyerünk! Na most, hogyha én simán 7. helyet hozok egy ilyenből, az azt jelenti, hogy ez annyira nem nehéz, mint az előző volt, jó? Tehát ott azért szenvedtem, mint a kutya. És egyelőre úgy néz ki, hogy most 7. helyen vagyunk. Kap föl! Azaz, jó. Nem, ez korábban kell, jó, nem baj. Jó, igazából 6. hely annyira nem volt vészes, jó? Fú, gyerekek! Nekifutunk még egyszer, jó? Jó. Két, három, négy, öt! Menjél az utomból, péniszarcú, jó? Hagyjál békén engem. Híí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 í megbeszéltük egymással. Azaz, eddig jó vagyok, amíg pajzsom van, szóval mindenen is átmegyek, oké? Erről van szó, na ezt még kéne tartani igazából 2,5 körig, ami annyira nem lesz könnyű, ugyanis a gép csal, jó? Tehát csak hogy tudjátok, jó szokása neki egyébként olyan helyekre, amikor abszolút esélye nincsen egyébként megelőzni minket, jó szokása bedobálni ellenfeleket, oké? Csak hogy tudjátok. Tehát, hogy halálnyugodtan megyünk előre, teljes mértékben mi vagyunk az elsők, és lehagytunk mindenkit legalább egy ilyen 3-4-500 méterrel, és egyszer csak fogja magát, és így bedobja nekünk azt, hogy mögöttünk van a mocskos rohadék. Szóval erre készüljetek fel, hogyha erre jöttök, hogy ilyen szemét. Ezt benéztem, ezt ne nézzem be. Ez jó, oké. Ez nem volt jó, na mindegy. Gyerünk már! Bassza meg, is megakadtam. Ez nem volt passza. Alsó úton megyünk, oké. Nagyon mögöttem van az összes, szóval innentől kezdve ennek annyira nem örülök, mert ők biztos, hogy ügyesebbek, okosabbak, gyorsabbak nálam. Harmadik kör, gyerünk. Azt kap föl. A francba, a rohadt életben telibe mögöttem vannak, jó? Tehát telibe mögöttem vannak. Azt legalább kapjam föl. Az úgyni.
Ez jó volt. Oké, és? Nagyon remélem, hogy nem fog szivatni. Hagyjatok békén, nem vagytok mögöttem, jó? Ez az, tűnés. Ne, neki ne menjél, bakker, mert az nagyon fog fájni, jó? Ne csukolj be! Ízes Istenem, jó? Ez jó, még mindig első hely, ez pozitív. Csudi, jó? Menjél! Oké, bárki jön, azt jól le fogom rakétázni, jó? Maradjunk annyiban. Azt nem tudom, hogy első helynek kell lennie, vagy első háromnak, fogalmam sincsen, de valamelyik meg lesz. Gyerünk! Jó, rakétám még mindig van, szóval ezt meg benéztem, bassza meg. Ez nem jó, lassú vagyok. Sokan vannak mögöttem, szemetek, úgyhogy... Istennek, pajzs, azaz. Gyerünk, húzzál bele. Nem vagytok mögöttem, hagyjatok békén. Gyerünk. Erről van szó, gyerekek. Azt a rohadt élet. Fú. 21 percet csesztem el ezzel, jó? Értékeljétek. Dang, I wanted these boots myself. But they'll look real nice with your outfit. You can race again, you know. Now the prize is a bunch of bolts. To activate the charge boots, double tap and hold R1. Na, szóval most már megvan a charge bootunk is, ugye? Innentől kezdve pedig eszem ágába sincsen beszánt még egy ilyen rohadt verseny, mert komolyan, abszolút semmilyen szinten nincsen szándékom, jó? Abszolút semmilyen szinten. Na, menjünk visszafele, jó? De hogy ez annyira mocskos módon rohadék volt az a rész, hogy az előző se volt semmi, és semmit nem tehetünk a fejlesztés érdekében, jó? Tehát hiába... Oké, ezt majdnem benéztem. Tehát hiába csinálunk bármit az égvilágon, nem lesznek gyorsabbak a reflexeink. Innentől kezdve pedig ez az egész egy ordas nagy szopás. De túléltük, jó? Túléltük. Na, húzunk a következő bolygóra, mielőtt agyvérzést kapok, ha nézzük meg. Azt mondja, hogy mi a következő bolygónk. Lessük. Gyerünk. Da, kiváló. Dr. James T. Fullbladder reporting on medical experiment number 13. Oké, szóval akkor ott kell találkozni a Fizzwidgettel. Ott. Megcsináltunk mindent. Jó, akkor semmi más nem maradt igazából, mint... szopatni magamat, hajrá! All right. Input the password. Now. Check. Here goes. You better check that code. I am sure it was correct. The defenses are attacking us! We've got to hold them off until Fizzwidget gets here! Na, szóval akkor megint csak ugye nem működött egyáltalán ugye itt a dolog, ugye jelszó, szóval innentől kezdve pedig akkor ezzel lövünk, ugye. Megvannak a célpontjaink, ugye, értem én, csak húzzam már a francba. Na, ezeket kell nekem leszedni, jó? Na, itt amik vannak, ezeket kell szétlövöldözni, rendkívül. Gyerünk, halljatok már meg, azaz. Nem olyan könnyű egyébként, ugyanis mindegyik lő ránk, jó? Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon szemét mutatvány. Szóval dolgozni kell rajta. A legjobb az egyébként, hogy itt jönnek majd a... mi az Isten? Robotok is majd, a javító robotok, jó? Tehát... erre emlékszem, hogy a taktikám az az, hogy mindegyiket egy kicsikét meglövöldözöm. Tehát, hogy érezzék, hogy szeretem őket. De egyiket sem lövöm még szét, jó? Tehát egyiket sem kapom még szét teljes mértékben. Méghozzá azért, hogy nagyjából egyszerre sikerüljön majd őket kilőni, oké? Tehát ez volna a lényeg, és akkor a javító robotok túl sokat nem tudnak kezdeni velük, oké? Tehát szépen kéken izzanak, akkor az pozitív. Gyerünk. Azaz, okés. Az már megvan, jó? Jó, mindegy, egyet leszedhetünk közülük, jó?
Nem sikerült? Na, gyerünk, 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 gyerünk a pénisz arcú. Az az jó. Annak is, gyerünk, szépen. Úgy, oké, és na, és akkor most pedig lehet írtani őket szépen, ugye? Oké, ez megvan, gyerünk. Kettő is megvan, nem? És nincs, egy van meg csak, bakker. Jó. Jó, ez annyira nem sikerült faszán, mint ahogy szerettem volna, de ez van. Oké, már csak kettő turettünk van aktív, szóval akkor húzzunk bele, jó? És akkor szedjük le őket szépen. Transzban egyet megjavítottak, szóval akkor kettő van vissza, hol vagytok? Még egyet megjavítottak, csezd meg, de gyűlölöm ezt! Kicsit öngyilkos küldetés, de ez van. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Oké, és akkor már csak egyre kevesebbet kell leszednem. Gyerünk, hol vagytok? Valahol itt vannak ilyen istenverte robotok, akiket nagyon-nagyon nem szeretek, és nagyon-nagyon-nagyon nem jó, hogy itt vannak velem. Na most, az a helyzet, hogy mivel első körben elszúrtam, ezért kénytelen vagyok második körben helyre rakni a dolgokat. Gyerünk, 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 gyerünk. Ott van oda a javító robot, az 7 centség. Hagyjál békén! Arról hat javító robotját neki, bakker. Engem meg mindjárt leszednek itt, ami annyira nem fasza. És még mindig van négy ilyen szar, szóval biztosítani, még egyszer neki kell futni. Mondom én! Oké. Na nézzük akkor. Ship upgrades are available. Na, szóval a Steam Cognitóval meg tudjuk beszélni ugye a különböző ilyen izéket. Közel volt, oké? Na szóval én visszamegyek, mert ott van valahol egy javító robot, ami annyira nem passza. Oké is. Na szóval erre nagyon figyelni kell, hogy egy javító robotot azt mindig kiküldenek, hogyha valami gond van. Itt le kell szednünk azonnal, jó? Ott is van a kis rohadék. Oké, jó. Melyiket javították meg, de most tényleg? Melyiket? 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 Mit javítottak meg? Hol? Az meg anyádat. Hát ez nem igaz. Hogy javította meg az, amikor külöltem a szemétládát? Ajaj, ez annyira nem lesz jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Oké, és... Íh, bazd meg. Na, akkor most pedig ugye... Próbáljuk meg azt a részét, amit az előbb is csináltam. Most ügyesebben. Oké, egy már két. Gyerünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Rendben. Javító robotot csak akkor küldenek rá, hogyha elkezd lángolni. Szóval innentől kezdve jók vagyunk. Tényleg az van a lényeg, hogy csak és kizárólag ilyen lángoló státuszba toljuk őket, és utána majd lerakétázzuk, jó? Ez még mindig nem sikerült. Ő sem lángol, gyerünk. Egy darab lángol, ami pozitív. Jó, akkor egy lángol. Addig nem küldik rá javító robotokat, amíg csak lángol, jó? Tehát ez pozitív. Oké, kettő lángol.
Szemét egy taktika, de sajnos muszáj. Azaz, három. Négy. Összesen 6 darab van, szóval. Öt, azaz. Akkor még őt is lángra kéne kapatni, és akkor jók vagyunk. Meg is van, oké. Húzunk bele. Oké, egy. Gyerünk, gyerünk gyorsan. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Már csak kettő van, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Az azért, és akkor már csak egy darab van. Arra volt anyátokat azt. Nem javítod meg, te kicsi köcsök. Gyerünk, gyerünk, fordulunk, fordulunk, fordulunk. Hol van, hol van, hol van? És még mindig van egy aktív. Ne cseszd meg, valamelyik megjavította. A rohadt életbe, ezt nem hiszem el. Gyorsan futunk. Bassza meg! Na, taktika a következő egyébként, hogy mindegyiket annyira meglövöldözöm, rakétákat megtartom, hogy elkezdjen kéken lángolni, jó? Gyerünk! Okés! Tehát hagyok neki egy ilyen nagyon-nagyon minimális életet, a rakétákat meg megtartom, oké? Ez annyira nem passza. Na még egyszer. Annyira nem könnyűek egyébként, mert rendkívüli módon közel vagyok hozzájuk, szóval nehéz célozni. Oké, ez sem sikerült. Na. Mindegyiket bele kell pakolni egy ilyen rendkívül szarlángoló státuszba. Őt békén hagyom, vagy csak egy ilyen párat lövök csak rá, csak hogy érezze a törődést, jó? Ő is kapott már, szóval akkor öt. Annál már meg. Na. Fordulunk, azaz. Na nézzük akkor. Jó, az a lényeg, hogy szét ne lőjétek, jó? Tehát azonnal jön egy javító droid, amikor valamelyiket szétlőtétek, szóval arra nagyon kell figyelni, hogy ez ne történjen meg, oksi? Jó, gyerünk! Hát mindegyiket igazából csak egy ilyen lángoló státuszba pakoljuk, semmi más. Jó. Csak ott is van még egy, elvileg őt is. Kezdhetjük vele is igazából, de most nem fogjuk. Gyorsan tovább, na. Hát a lényeg az, hogy most mindenki lángol, csak elkezdünk okoskodni. Gyorsan, tovább. Gyorsan, gyorsan kell az egészet, mert különben baj van. Jó, tehát még van négy, és a közelébe kell jutnunk. Oké, három van, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Jó, szerencsére annyira gyorsan nem tudnak egyébként javítani, szóval én leszek a gyorsabb. Megvan, és akkor az utolsó, gyerünk, gyorsan szedd le. Megvagyunk. Na, kiváló. Come in, gentlemen. Can you hear me? Sir, you gave us an erroneous password. Implausible! Unless, is this Tuesday or Wednesday? Anyway, sorry to have missed our meeting, but I was called away to film a commercial for our weapons facility. But, sir, what about the... Commercial? I was great! Here, watch this. Megacorp keeps you warm, keeps you healthy, and now keeps you safe. Hello, I'm Abercrombie Fizzwidget, and I'd like to welcome you to the new Megacorp Weapons Facility. We offer guided tours to show you how our weapons are made. Our highly trained experts spend their day creating the latest in heavy-duty weaponry to protect you and your whole family. So stop by today and bring the kids. Our tours are both informative and fun. And who knows, you just might learn something.
That was one handsome fellow, eh, boys? Fizzwidget out. Sir, wait! Mr. Fizzwidget, come in! Perhaps we can still find him at the weapons facility. Na most akkor igazából lehet nyomni challenge-eket, és ami abszolút nem érdekel, jó? Tehát megyünk a galaktikus mapbe, és megnézzük, hogy mit lehet csinálni. Megacorp Armory. Ez az egyetlen egy igazából, ahova mehetünk, szóval last off. Na és akkor most pedig ugye itt vagyunk egy ilyen gyönyörű szép bolygóságon, ami azt jelenti, hogy nekem kicsit föl kell turboznom itt a... Ha maxon vagyok, gyerekek, tök jó. Na, kicsit föl kell turboznom itt a dolgokat, de ez annyira nem zavar. Most technikailag őket is szét lehet verni, bár igazából turisták nélkül ugye mire mennénk, szóval hagyjuk a turistákat. Viszont ami fontos... Skill point, jó? Ugyanis hogy skill pointot ér, szóval ezt most így szépen megkalapáljuk addig, amíg egyszer csak úgy nem dönt, hogy ő szeretne elszállni innen. Gyerünk! Egy kicsit sokáig tart, jó? Megtörtént, oké, elhúzott. Jó, kövi. Ott vannak ezek a bizbaszok! Szevasztok! Mókust! Bizbaszok! Motkányok, gyerünk! Az, oké. Na, most nekem rendkívül kell egy ilyen. Ezért, oké? Gyerünk! Mindegy rakétát szétverjük, mindegyik rakétát szétverjük, az a biztos, oké? Nem emlékszem mit ad, de nagyon úgy emlékszem, hogy sima skill pointot. Attól még miért ne, ha már itt vagyunk, jó? Tehát nagyon ritkán jövünk össze valami kis platformert játszani. Általában mindenféle ilyen parázós vagy ilyen véresbeles horror játékot tolok nektek. Tudom, hogy nagyon szeretitek, de néha kell valami kis kikapcsolódás, ugye? Tehát kell valami, ami melengeti a szívet, kellemes, visszaidézi a gyerekkorunkat. Mondjuk az én gyerekkoromat konkrétan Resident Evil 2 idézi vissza, de hát kinek mi, ugye? Meg az anyukádat, azt jó? Hál' Isten, nem tudsz följönni, de mindegy. Azaz. Mocskos motkánya! Na, gyerünk. Jó. Igen, decoy glove-ot kaptam, ugye ez az elterelő műrecsit. Vannak, ami vannak olyan dolgok, amik az elfelejtek állandó jelege vásárolni bármit az égvilágon, szóval ez ilyen... Fuck! Menjél már odébb! Na, de skill point, köszönöm szépen! Tudtam, hogy valamit ad, oké? Okay? Hát a skill pointra mentek, akkor mindenképpen ezt verjétek szét, oké? Okay? Na, ott meg mi van? Ez csak ilyen turista paradicsom, mi? Várjunk csak, most akkor én... Én le tudok esni, szóval akkor... Hát persze, hogy még egyszer meg kell csinálni az egészet, ha mindegy. Jó. Na, szóval igazából skill pointot már kaptam, szóval innentől kezdve nem érdekel a dolog. Hagyjál békén, mókucin, jó? Hagyjatok békén, hespicsába. Meddig követek vajon egyébként? Végtelenségig? Vagy nem tudom. Ez nagyon úgy tűnik. Szóval, akkor megbeszéljük velük, hogy... Ja, ez úgy érzem hatott. Jó, na. Mókucika!
Na szóval, akkor elvileg ott vagyunk, és akkor arrafele nem voltam, viszont van itt egyetlen egy útvonal, nem ezt akartam, bocsánat. Tehát egyetlen egy útvonalunk van elvileg, amerre tudunk menni, szóval akkor... Már megint ez a szar. Nézzük csak, oké. Jó, tehát akkor onnan jön, azt sem tudom. Egy, nulla, oké. Így számolom igazából, jó? Tehát egy, nulla, egy. Egy, nulla, egy, nulla. Egy. Ez nulla volt, oké. Egy, nulla. Egy, nulla. Egy, oké. Egy, nulla, egy, nulla, egy, jó. Oké, ott egybefordítani kellett volna egyet, ha mindegy. Oké, töké, megvan. Meg lehet csinálni, igazából csak oda kell figyelni. Azaz csak jönnék, ha lift lennék. Ha jól emlékszem, akkor itt már meg lehet vásárolni a bárányizátort, ami azt jelenti, hogy mindent és mindenkit bárányjá változtat. Ezeket nem lehet verni lóvért, tök jó. Na most nekem itt végig kell jutnom, szóval ez nem lesz olyan egyszerű. Return to ship. Nem akarok shiphez vissza returnolni, köszönöm szépen. Akkor én vásárolok gyorsan egy pár dolgot magamnak. Maxom van. Akkor tök jók vagyunk, jó? Tehát akkor megyünk és okosodunk. Azaz. Nem kevés lóvét ad, jó? Tehát tényleg egy ilyen körből igazából tizet kell megcsinálni, és simán megvehettek magatokat a minden lőszert, ami kell. Na nézzük, mi lesz itt. Jó, de most ezt nem értem. Valahol nem voltam. Valahol nem voltam, szóval akkor vissza még egyszer. Igen. Köszönöm. Jó, arra nem volt. De gyűlölöm ezt a részt, gyerekek. Elképzelni nem tudjátok. Nem könnyű egyébként, mert oda kell figyelni, hogy hol a francba van. És elbújik, csináld meg, és elbújik, jó? Tehát emlékszem, hogy ezeket általában csak kikerültem. Ezt tudni Isten, hogy valami bug, én nem akarom elhinni, bakker, hogy az ott van. Itt el tud találni? Itt igen, de itt. És el tud, bazd meg. Íj, ez baj. Ez baj. Hogyan tudok én tovább jutni? Tehát mit kell tennem érte? Ezt kell szétlennem? Nem. Oké, ezt még nem tudom használni addig, amíg ki nem lövöm, szóval ez így annyira nem passza. Megoldjuk, jó? Tehát pontosan erre való az utc. Kicsit odébb. És még mindig él, az a nem mindegy. Na bazd meg, már ezt nem hiszem el. Leszedtem, vagy nem szedtem? Én ez van meg, már nem hiszem el. Ott van a szemétláda, ez bebágozódott rendesen. De nagyon. Na még egyszer. Na végre, köszönöm. Ne csezd már meg! Ez még mindig lő, még így is? Azt a rohadt anyját neki. Már nem.
Na most az ez, hogy ki kéne találnom, hogy hogyan tudok itt tovább jutni. Hülye vagyok, kitaláltam ezzel a szarral, csak és kizárólag. Ez nagyon nem jó. Utálom. Na akkor még egyszer, azt mondja, hogy bal, bal, le, föl, le, arra, föl, töké, kiváló. Nem olyan nehéz, de csak figyelni kell. Na most ez azért nem jó, mert van ott valami szemétláda, akit nekem ki kell lőnöm, és... Ott is van. Bazd meg. Tök jó, egyébként lőni szeretne rám, csak... Ó, bazd meg, és lőtt rám, a rohadt élet, honnan kezdem? Na, anyátokat azt, jó? Anyátokat azt! Kurva életbe. Na, futunk, jó? Na, gyertek, péniszek! Azaz! Hol vagyunk elvileg akkor? Arra tovább, ugye? Futás, futás, futás! Íj, ez necces, jó, akkor itt következő fog történni, hogy én fogom magamat, és szépen itt a gadgetek között kiválasztom. Ezt, jó? Meglátjuk, hogy sikerül. Na figyeljetek, akkor most. Gyerünk! Hát ez eddig egészen jó. Oké, okay. Már csak ide kell bejutnom. Azaz. Azaz. Oké, okay. Eddig jó vagyunk. Hol vagyok? Jó. És tudták, hogy szét fogják rúgni a seggemet, szóval simán oda pakoltak nekem ilyen élettöltőket. A mocskos rohadékok! Szakadnátok meg, szemétládák! Oké, okay, nekem kell egy másik fegyver. Jó, kell egy másik fegyver. Ne basszál már föl! És még mindig tud rám lőni egyébként, pedig roppant módon tele van vele a faszom. Hey! Na ne csesszél meg! Ez szemét, ez nagyon szemét. Azaz! Jók vagyunk, kiváló! Csak rám lőtt egyet, bassza meg, addig élek. Na akkor milyen fegyverem van, ami nekem ide nagyon jó? Ő szerintem töké. Eddig tetszik? Vagytok még? Kis rohadékok. Eddig jó? Eddig jó? Ez hatékony. Biztosra megyünk, jó? Hagyjál már békén! Csezd meg! És most csak odáig jön, ameddig... Az mi? Nem tudom, hogy közben nem lőnek le. Csak meg lesz már banyek, na szóval azt mondja, hogy nézzük fölfelé, nem. Csak lefelé tudunk menni, balra, fölfele, fölfele nincs több, oké, akkor fölfele nem. Le, bal, le, nem. Nem nyert, oké, akkor le, bal, le, jobb,
Jobb. Jobb. Nem. Le. A francba. Nehéz megjegyezni, azt mondja, hogy le, bal, le, jobb, le, nem, jobb, jobb, az van, nem, nem, arra fel. Le, bal, le, le, nem. Megőrülök. Nem arra mutatom, baszki már. Anyádat pedig majdnem meg volt, biztos vagyok benne. Majdnem közel jártam. Nehéz, mert 3D-ben kell gondolkodni, ami annyira nem könnyű egyébként számomra. Jó, tehát én ebben rendkívül béna vagyok, és ez biztos fog dobni mindjárt, mondom én. Így csezd meg, na szóval azt mondja, hogy le, bal, le, jobb, 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 nem nyert, le, jobb, le, nem, bassza meg. Össze vagyok zavarodva, na szóval azt mondja, hogy le. Nem erre, erre. Nem, mert erre nem tudok tovább menni, arra kéne, oké. Ezt elcsesztem, na. Tök jó egyébként szerintem, hogy nézzétek, ahogy bénázok, ugye? Igazából sokszor nem arra fele mozdul, mint amerre szeretném. Ebből egyesen következik, hogy ez annyira nem fasza. Majdnem. Nem. Közel jártam hozzá, mert hallottam a hangot. Ez nem volt jó. Gyorsan gyerünk! Francba! Nehéz! Miért lefele megyek itt mindig? Ösztönösen lefele megyek, nem tudom miért. Mindegy, ott mutatj, jobb oldalt épik a lépések, vannak bal oldalt az idő, annyira nem fasza. Nem jó? Azért. Megőrülök már, komolyan mondom. Mondom, sokszor nem is arra mozdul, hogy egyébként arra szeretném. Szerintem majdnem megvolt. Bazd meg már. Gyűlölöm. Bocsánat, hogy ennyit kell szopnom. Nem arra! Menjél már, bazd meg! Lehet, hogy balra lefele kell menni. És mondom, nem arra mozdul, amerre én szeretném. Tehát ez... Ez most... Itt most én basztam el minden. Nem tudom, mennyire unjátok, én már nagyon. Jó? Tehát ez az a pont, amikor én rendkívüli módon szeretném az egészet abba hagyni a picsába, de sajnálatos módon nem tudok tovább haladni. Szóval addig beszélgetek veletek, meg örülök neki, hogy itt vagytok, meg örülök neki, hogy itt beszélgetünk, meg örülök neki, hogy valaki még nézi ezt a sorozatot. Oké, akkor még egyet, jobban és még egyet, jó. Megvan! Satszoltam, csak te megvolt, oké. Okay. Hála a jó égnek, bakke. Ez már... Fú, bassza.